az új elnök és valószínűleg az új parlament is, és az új hatalom is, ami Kijevben, illetve Ukrajnában alakul, támogatja ezt a reformot, a hatalom decentralizációját, és azon belül az adminisztratív, tehát a közigazgatási reformot. Az országban előre haladott állapotban van, az ország területének több mint 60%-án már létrejöttek a kistérségek. Ehhez képest Kárpátalja nagyon lemaradt, hiszen itt csak az 5,7%-án, tehát egy tízszeres lemaradás van, aminek különböző okai vannak, amelyekre nem akarok kitérni, de viszont már itt is felpörögtek az események, tehát miután itt is a megyei közigazgatási hivatalnak egy új vezetője lett, megváltozott a helyzet, és most sokan foglalkoznak ezzel a reformmal és a kistérségek megalakításával. A megyei adminisztrációnak, közigazgatási hivatalnak a feladata az, és a kompetenciája az, hogy benyújtsa a megyei adminisztrációnak a kistérségek kialakításának perspektívikus tervét a megyében. Ez eddig is így volt, de eddig az adminisztráció ezt nem adta be, éveket késlekedett vele, mi pedig nem tudtunk mit megvitatni és elfogadni. Most viszont az adminisztráció, amelyben létrejött egy munkacsoport, amelynek feladata volt ennek a tervezetnek a kidolgozása, elvégezte a dolgát, és augusztus 23-án hivatalosan beadta a tanácsnak. A tanács pedig elkezdett vele foglalkozni. A mai nap során sor került a közigazgatási hivatal új elnökének részvételével, illetve a szakemberek részvételével a megyében működő, létező 6 képviselőcsoport vezetőinek, illetve képviselőinek közös ülésére, amelyiken is ezt a tervezetet megvizsgáltuk, egy kicsit megvitattuk, és észrevételeket tettünk hozzá. Ez még csak a munkának a kezdete, tehát semmi olyan határozat nem történt, hogy ezt a beadványt elfogadtuk volna, hanem észrevételeztük, illetve megbeszéltük, hogy mindenki elmegy, és a maga képviselőcsoportján belül a többi társával ezt megvitatja, figyelembe véve a helyi közösségeknek az akaratát és érdekeit. Konkrét javaslatokkal jönnek majd elő. A következő ülés, ami valószínűleg jövő héten sor kerül, ennek a folytatása lesz, tehát ha már konkrét javaslatokkal jönnek, és azokat fogjuk vitatni és egyeztetni, hiszen az lenne jó, hogyha a képviselőcsoportok álláspontjai közelednének egymás felé, és jó lenne, ha konszenzusos alapon, de ha nem, legalábbis többség révén elfogadnánk a tervezetet. Ez a tervezet azért fontos, mert ugyan a kistérségek létrehozása kimondottan csak alulról jövő kezdeményezéssel és a közösségek akaratából és kezdeményezésében jöhet létre a törvény szerint, amely pillanatnyilag hatályban van. Azonban elképzelhető, hogy az új parlament, amiatt, hogy ezt a folyamatot gyorsan be kell fejezni, hogy ki lehessen írni már az új közigazgatási rendszerrel Ukrajnában és rendel Ukrajnában a önkormányzati választásokat, ami a tervek szerint és a még hatályban lévő törvény szerint jövő év október végén esedékes, azonban elképzelhető, hogy előrehozott választások lesznek, hogy addigra kialakuljanak ezek a közigazgatási egységek, tehát létrejön Ukrajna egész területén mindenütt a kistérségek, így Kárpátalján is, hogy addigra ez a folyamat befejeződjék. Hogyha ez nem megy önkéntesen, mert nem megy, akkor valószínűleg a törvényben olyan módosítást eszközölnek, hogy szabnak egy határidőt, hogy meddig lehet önkéntesen, ha viszont addig ez nem történik meg, akkor a kormány határozata alapján az önkormányzatok, a megyei önkormányzatok által elfogadott perspektívikus terveknek megfelelően létrehozzák központilag ezeket a kistérségeket. Tehát nem mindegy, hogy mi van ebben a tervezetben, mert utána már úgy lesz, ahogy a tervezetben van. Addig még lehet attól eltérő kistérségek létrehozásában is gondolkodni, és azokat realizálni, megvalósítani. Úgyhogy felelősséggel kell, hogy viszonyuljunk ehhez. Egyelőre ott tartunk, hogy mindenképpen akarjuk tudni, hogy a közösségeknek mi a gondolata, mi az észrevétele ezzel a tervezettel kapcsolatban, hol van egyetértés és rábólintás, hol van ugyanilyen akarat, és hol ez nem egyezik, hogy ott megpróbáljuk nyilván a közösség érdekeit képviselve módosítani ezt a beadott tervezetet új módon, hogy ez megfeleljen a mi igényeinknek. Az adott esetben mi a KMKS frakció, a kárpátai magyarság érdekeit képviseljük elsősorban, ezért itt a mi érdekeinket úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy, mindenképpen jó lenne, hogyha ez önkéntesen történne, mindenképpen elvárjuk azt, hogy a magyarok által többségben lakott települések egyesüljenek olyan kistérségben, amelyben újra többségben lesznek, és így
saját maguk alakítják majd a jövőt és a sorsukat, nem pedig kisebbségbe kerülnek egy olyan kistérségben, ahol most a gyermekként kezelik majd őket, és így hátrányt fognak élvezni, illetve hát nem élvezni, hanem szenvedni inkább. Illetve a következő, hogy a kistérség megalakulása után nyilvánvalóan a járások határa is módosulnak, ez központilag már eldöntött kérdés egyébként, és a tervezet szerint a meglévő 13 járásból Kárpátalján csak 4-et akarnak meghagyni, Ungvár, Munkács, Huszt és Técső vagy Rahó központtal, ami számunkra teljesen elfogadhatatlan, hisz így a Kárpátalján élő magyarság valójában mind a 4 járásról szétbontva, de a kompakt módon lakott terület is 3 járásba kerülne szétszórulva, és mindenütt kisebbségbe kerülne. Beregszászi járásban, ahol most többségben vannak ők is, a többi járásban, ahol kisebbségben vannak, még nagyobb kisebbségbe, mindenképpen hátrányos helyzet, ezért a mi óhajunk és elvárásunk, és gondolom, hogy a megyei tanács egy ilyen határozott beadványt majd kiefelé elfogad, hogy ne 4 járás legyen, hanem 5, mégpedig az 5. Beregszász központtal, és ez a Beregszász központú járás magába foglalja majd azokat a kistérségeket, amelyekben a magyarság többséget képez. Ez számunkra nagyon fontos lenne, sikerül, nem tudom, mindenképpen megpróbáljuk. Nagyon jó lenne, mert a kárpátai magyarság megmaradása szempontjából és érdekeinek könnyebb, hatékonyabb érdekképviselete szempontjából ez nagyon fontos lenne.